tisztelettel köszöntöm televízió nézőinket, valamint a TV felvétel helyszínén helyet foglaló kedves vendégeinket. Harmadik alkalommal indul a Sümegi Szimpózium. Az elmúlt két beszélgetésünk után leszögezhetjük nézőink visszajelzései alapján, hogy szerencsére van igény az ilyen típusú műsorok iránt. Másrészt úgy tűnik, hogy ezek a témák, amelyek előkerülnek, ezek szinte új lendületet vesznek, mert olyan hatalmas mennyiségű pozitív tartalom gyűlik össze beszélgető partnerek jóvoltából, amit aztán érdemes tovább éltetni. És ez így történt az előző két alkalom során is, mert hogy az első témánk a vallási turizmusról szólt, és a beszélgetés után az egyik résztvevő, Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke készített egy egész kis dolgozatot, ami alapján aztán érdemes lesz majd tovább lépni. A települési értékekről szóló beszélgetésünket pedig hamarosan, december 4-én, polgármester úr kezdeményezésen nyomán egy lakossági civil értékfórum követi, arra is ezúton is sok szeretettel várunk mindenkit. Úgyhogy legyen a szimpózium egy szikra, és szerencsére nagyon sok olyan téma van még, amely Sümeget jellemzi, és amit érdemes körüljárni. És itt van rögtön a mai apropónk, az oktatás témája, úgyhogy kezdjük is. Mai vendégeink: Németné dr. Gál Andrea, az Edutus Egyetem megbízott rektora. Az Edutus Egyetem Tatabánya székhellyel működő nem állami felsőoktatási intézmény, amely gazdasági és műszaki képzéseket folytat. Az intézmény a székhelye mellett Budapesten, Tatán, Székelyudvarhelyen és Sümegen is jelen van. A Sümegi Felsőoktatási Képzési Központban gazdálkodási és menedzsment alapképzést folytat vár- és kastélyturizmus specializációval. Németné dr. Gál Andrea a 26 éve működő intézmény oktatója a kezdetektől fogva. Jelenleg főiskolai tanár, a közgazdasági és módszertani alapozó tanszék vezetője. Szakterülete a statisztika tárgyak oktatása, doktori fokozatát pedig gazdálkodás és szervezés tudományokból szerezte. Kutatási témája a kis- és középvállalatok versenyképessége. Vezetése alatt szerezte meg a korábbi főiskola az alkalmazott tudományok egyeteme minősítést, így az intézmény 2018. augusztusától egyetemi rangra emelkedett. Bevesi Józsefné, a Ramazetter Vince testnevelési általános iskola igazgatója. Bevesiné Jutka 25 éve dolgozik az iskola vezetésben, 1993-tól az Ady Endre általános iskola igazgató helyetteseként, 2011 őszétől pedig a Ramazetter iskola intézmény vezetőjeként. Nagyon sok értékes tapasztalatot, jó tanácsot kapott az iskolák legendás igazgatóitól, szívesen gondol vissza rájuk. Fő elvei a nyitottság, a kompromisszumokra való törekvés és újító szándék a hagyományok tiszteletben tartásával. Az iskola ugyanezt tükrözi, melegséggel, szelídséggel, védőn öleli a ramis diákokat, biztosítva a nagyon magas létszám ellenére is a családias légkört, a gyengébbek felzárkóztatását, a jók tehetséggondozását. Sümegiként együtt él a várossal, ismeri a családok helyzetét, a tanítványok életútját. A vezetése alatt működő iskolában a diákok gyakran hangoztatják, hogy jó ramis diáknak lenni. Ez mindent elmond. Rég László, Sümegváros polgármestere, szimpóziumunk állandó vendége. A mai téma különösen foglalkoztatja, hiszen felelősnek érzi magát városvezetőként az oktatási intézmények hatékony működtetéséért és a színvonalas oktatás feltételeinek megteremtéséért. Szívügye a helyi általános iskola és a gimnázium, ő is nagy múltú iskolák diákja volt. Öreg diákként ma is kisfaludisnak érzi magát. Ebben az önkormányzati ciklusban vezetése alatt jelentős fejlődés következett be, hiszen 2017-ben elindult a főiskolai, mára már egyetemi képzés, idén pedig a szakképző intézmény kezdte meg működését. Nagy reményei vannak-e két iskolatípus sikerével kapcsolatban, remélve, hogy a jövő ifjúságának így újabb lehetőséget tud biztosítani Sümeg városa. Nos, és akkor néhány gondolatot mondtunk a jelenlévő intézményvezetőkről, illetve az intézményükről, de arra kérem önöket, hogy egy picit részletesebben mutassák be az intézményüket elsőként, és rektorasszonyt arra kérem, hogy a sümegi vonatkozásokat emeljük ki főként.
Köszöntöm Önöket, és köszönöm a lehetőséget. Az iskolánk talán Önök számára a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája néven lehet ismert inkább, mert 1992 óta, tehát több mint egy negyed százada működünk, tatabányai székhellyel, és 2011-től egy fenntartóváltás, illetve egy másik intézménnyel történő egyesülés után vettük fel az Edutus Főiskola nevet. Az intézményünk kezdetektől fogva gazdasági felsőoktatással foglalkozott, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, illetve turizmus vendéglátás szakokon oktatunk, alapképzési szakokon, de 2010-et követően a műszaki képzési terület is elindult tatabánya székhellyel. Itt műszaki menedzser, illetve mechatronikai mérnök alapszakjaink vannak. Az alapszakos képzések, ugye ezek a 3,5 évig tartó diplomával záródó képzések, a felsőoktatásnak így a mi intézményünknek is az alapját képezi, a hallgatóink 80%-a körülbelül ide jár, de ezen kívül vannak felsőoktatási szakképzéseink is, ezek 2 éves képzések, amelyek nem adnak diplomát, de felsőfokú szakképesítést adnak. Mind gazdasági, mind műszaki területen vannak ilyen képzéseink, és van 2 mesterszakunk is, ami pedig az alapképzésekre épül. Ezek 2 éves és mesterdiplomával végződő képzések, marketing, illetve szintén műszaki menedzser területeken. Mielőtt a sümegi vonatkozások rátérnék, annyit kiemelnék, hogy a tatabánya munkaerőpiaci körülményei, az ipari park, amely leginkább a munkaerőt igényli, ez vezetett oda, hogy megerősödött tatabányán a műszaki képzés, és a továbbiakban is ezt a területet próbáljuk erősíteni, amit az is segít, hogy itt rendelkezünk olyan korszerű műszaki laboratóriumokkal, például egy lézerlaboratórium is, ami lehetővé teszi ezeknek a képzéseknek a folytatását. Sümeg városával azt hiszem polgármester, 2016-ban kezdtük el a tárgyalásokat, aminek az volt a célja, hogy az olyan területeken, mint például Sümeg és vonzás körzete, amely nem volt felsőoktatási szolgáltatással ellátva, ezt a hiányt pótoljuk. És így jött létre 2017 elején a Sümegi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, az Edutus Főiskola és a Sümegi Közszolgáltató Kft.-nek az együttműködésében a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 2017. szeptemberében kezdtük el itt a főiskolai képzést gazdálkodás és menedzsment alapszakon, ahol tulajdonképpen a közgazdás szakok közül ez a legalapvetőbb, ahol a számíteli, pénzügyi, vezetési, szervezési ismereteket a leendő közgazdászok megtanulhatják, de éppen a helyi specialitások miatt ehhez egy új, eddig a főiskolán még nem lévő specializációt kapcsoltuk hozzá, ez pedig a vár és kastélyturizmus specializáció volt. A képzés most már egyetemi keretek között folyik, mert 2018 augusztusától intézményünk megkapta az Alkalmazott Tudományok Egyeteme minősítést, úgyhogy akik most főiskolára iratkoztak be Sümegre, azok egyetemen fognak végezni, és egyetemi diplomát fognak kapni. Talán röviden ennyit. Köszönjük szépen! Ugye az egyetem, majdnem főiskolát mondtam, de akkor szigorúan tartom magam én is ehhez, hogy egyetem most már. Az egyetem a 18 éven felülieknek biztosít oktatási lehetőséget, illetve azoknak a felnőtteknek, akiknek továbbtanulási szándékaik vannak. No, de itt van a mi iskolánk, a Ramazetter Vincetes neve is általános iskola, aki a legkisebbeket foglalja magába. Mi jellemző az iskolára, igazgatónő, azon túl, amit itt a felvezetőben is elmondtam, mi az erőssége a Raminak? Talán a számok nyelvén 470 tanulónk van jelenleg, 45-en vagyunk pedagógusok, 20 osztályban oktatjuk a gyerekeket, 11 osztályunk van a felső tagozatban és 9 alsó tagozatos osztály. Ebből az következik, hogy vannak évfolyamok, ahol már a 3 párhuzamos osztály helyett 2 osztályban tanítunk, viszont nagyon magasak az osztály létszámaink, ha eltetszenek osztani a tanulók létszámát az osztályokéval.
Tehát vannak olyan osztályaink is, ahol már fenntartói engedéllyel dolgozunk, mert 30-as osztálylétszámhoz vannak olyan gyermekeink, akik úgymond két tanulónak számítanak a sajátos nevelési igényük miatt, tehát bizony ott már még magasabb a 32 fölé is fölmegyünk. Ez nagyon komoly odafigyelést igényel, tehát úgy gondolom, hogy a 45 pedagógusunknak egy kihívás és egy nagyon szép feladat is, hogy a már említett gyerekekre még különösképpen odafigyelni, illetve ezt az elsőtől nyolcadik osztályig nagyon-nagyon érdekes korosztályt úgy tanítani, úgy nevelni, hogy egy közösségé tudjuk formálni őket. A technikai személyzetünk szerencsére olyan létszámban dolgozik, hogy tudja segíteni a munkánkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy pedagógiai asszisztenseink is vannak, gyógypedagógiai asszisztensünk. Itt még folyamatosan várjuk azért a fenntartói segítséget, mert az ő munkájukból úgymond sosem elég, hogy támaszkodni tudjunk rájuk. És mint említettem, a felső tagozatban 11 osztályunk van. Az alsó tagozatunkra jellemző, hogy mindegyik osztályunk egésznapos iskolai formában tanul, tehát két tanítónéni van a gyerekekkel. Ez már nagyon jól bevált szülői igényekhez igazodó kérés volt, tehát ez már 10 évesnél is öregebb, úgy mondom. Tehát amikor mi 2007-ben a gimnáziumtól szétválva önálló általános iskolai intézményként dolgoztunk tovább, onnantól kezdve kipróbáltuk ezt a formát, és remekül működik. Az együttmunkálkodásunknak az is a célja, ahogy megfogalmaztam így magamról is akár, hogy mindig próbáljunk egy kicsit újítani, mindig alkalmazkodjunk a gyerekekhez, viszont a hagyományainkat teremtsük meg. Tehát jövőre lesz 110 éves az alapépületünk, amit hát nyilván azóta felújította az önkormányzat, illetve éppen idei pályázattal a Balatonfüredi Tankerületi Központ. Tehát így a gyerekeink úgy gondolom, hogy korszerű körülmények között tanulhatnak. A nevünk magában viseli, hogy testnevelési iskola vagyunk, tehát minden évfolyamon egyik osztályunk úgynevezett T-osztály. Nekik emelt óraszámban van a testnevelés, és ez a tantárgyunk, amelyik minden kisgyereknek a mindennapos testnevelés bevezetése óta a legmagasabb óraszámú tantárgya a tantárgyak közül. Ehhez is adotta az ellátottságunk, a tornatermünkkel, a tornaszobáinkkal, a saját tornaudvarunkkal, és hát amit nem tudunk eléggé hangsúlyozni, a megépült tanuszodával, ami egy óriási lehetőség a gyerekek mindennapos fejlesztésében. Polgármester úr, a városi jelene és jövője szempontjából mit jelent ez az oktatási rendszer, amely Sümegen most kialakult? Én mindig is úgy éreztem, hogy Sümegen az oktatás az egyrészt egy áldás, meg egy olyan hagyomány, amit folytatni kell, viszont főleg a 90-es években, akkor tulajdonképpen kívülről figyelve az önkormányzatnál zajló eseményeket, azért én sokszor úgy éreztem, hogy egy átok is tulajdonképpen, ezt nyugodtan kijelenthetjük. És persze itt nem csak az oktatásról van szó, sőt nem is első sorban az oktatásról, de az tény is való, hogy Sümeg a maga 6-7 ezres lélekszámával, és hát valljuk be, azért kicsi iparodottság, ipari ellátásával egyáltalán kevés cég volt, és még azért most sem állunk olyan nagyon jól ezen a téren, tehát kevés az adófizető. Tehát itt volt egy kórház, az iskolák, egy olyan intézményrendszer, amit eltartani azért egy nálunk 3-4 nagyobb város szokott úgy viszonylag gond nélkül. És ilyen szempontból ez nehézséget is jelent. Viszont az tény, és akkor most kifejezetten az oktatásról, ha beszélünk, hogy ugye még a kisebb falvak is ragaszkodnak ahhoz, a néhány száz lelkes falvak, hogy megmaradjon mondjuk az általános iskola, az alsó tagozat mindenképpen, és ha úgy nézzük, akkor ez teljesen jogos igény az ő részükről is, Sümeg részéről meg teljesen jogos igény és elvárás, hogy ugye a középiskoláig bezárva minden legyen. Tehát van egy nagy hagyományokkal rendelkező gimnáziumunk is, a
a Ramazette általános iskola mellett, ami eleve egy vonzerült jelentett mindig is Sümegnek, meg jelent most is. Én úgy gondolom, tehát Sümeg diákváros jellegét azért a kisfaludi gimnázium adta meg. És amikor polgármester lettem, akkor valóban az a cél is lebegett a szemem előtt, hogy lehetőleg ezt még fejlesszük. Egyébként a fejlődésnek két irányba kellene, vagy kell történnie. Az egyik kettekintve azt hiszem jól állunk, hiszen hogyha csak az eredményeket nézzük, hogy immár egyetemünk is van második éve, egyetemi oktatás folyik Sümegen, és idén szeptembertől pedig elindult a szakképzés, amit engedjenek meg, hogy én csak nemes egyszerűséggel ipari iskolának hívjak, de azt hiszem, hogy ezt a bizonyos ipari iskolát tényleg annyian várták Sümegen már, hogy ez egy nagy öröm, egy nagy pozitívum a városban, és nem csak ilyen hangulatjavító pozitívum ez, hanem tényleg a településnek a megtartó erejét nagyban növelte és növeli. Végül is ez az egyik fő szempont az önkormányzat szempontjából mindenképpen. A másik egyébként, a másik terület, ahol az oktatásban előre kellene még többet lépni, mint amit eddig tettünk, az úgy érzem, hogy az, hogy a sümegi intézmények vonzerejét még jobban növeljük, vagy fogalmazhatnék úgy is, hiszen tudjuk, hogy azért egyrészt az óvodánál is, de most azt hagyjuk, de ugye az általános iskolánál is előfordul az, hogy mondjuk a környező falvak némelyikében egy néhány faluban működnek olyan általános iskolák, ahova úgy viszonylag sok gyermeket kivisznek a szülők. Tudom persze, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb kérdés, meg azt is tudom, hogy viszont Sümegen is, vagy hát a sümegi iskolába is nagyon sokan járnak a környező falvakból, és remélem, hogy pozitív is a szaldónk ilyen téren, de azért azt be kell vallanom, hogy engem egy kicsit bosszant és bánt, hogy vannak olyan sümegi gyerekek, akik mondjuk 5-6 vagy 10 kilométer buszoznak azért, hogy ne ide járjanak iskolába. Ezt én kikérem magamnak. Tehát ezen valamit azért változtatni kéne még. És egyébként tehát tényleg a Sümeg szempontjából nagyon fontos a főiskola, illetve elnézést az egyetem is. Bár itt egy kicsit én a saját eredeti elképzeléseimet is így menet közben meg kellett, hogy változtassam, hiszen azért, mivel ez egy levelező képzés, egészen más adottságokkal rendelkezik nyilván, mint egy nappali képzés. De azt hiszem, hogy itt ezen a téren is nagyon jó, hogy elindult a főiskola, illetve egyetem, és nagyon sok és viszonylag kemény munka vár még az önkormányzatra is, illetve az egyetemre is, hogy ezt teljesen stabillá tegyük egy olyan egyetemi oktatásá, ami, és ennek örülök, hogy rektorasszony itt a bevezetőjében is beszélt erről néhány szóban, hogy olyan felsőfokú szakképzések nyitására, indítására is lesz lehetőség, ami még inkább talán a figyelem központjába helyezi ezt a sümegi egyetemet, de úgy érzem, ugye itt mindig ezen a szimpóziumon, ami most harmadik alkalommal ülünk itt, mindig előbb-utóbb a kommunikációhoz kiukadunk, és én megint csak úgy érzem, hogy a marketingen meg a kommunikáción, hogyha ügyesen változtatunk, akkor akár ugrásszerű fejlődést érhetünk el ezen a téren is. Ugye az általános iskolával és az ipari iskolával kapcsolatban, meg hát ott is teljesen természetesen nyílnak területek az együttműködésre, és én úgy érzem, hogy kell is, hiszen ezt az iskolát is fent kell tartani, stabillá kell tenni, és egyre bővülővé kell tenni, és ebben óhatatlanul nagy szerepe lesz, és nagy szerepe kell, hogy legyen az általános iskolának.
Maradjunk és kapaszkodjunk is bele ebbe a gondolatba, amit polgármester úr megpendített, hogy az iskolák vonzás körzetét növelni kellene. Hogy lehet ezt, milyen módon, rektor asszony, mi a véleménye ezzel kapcsolatban, illetve a marketing jelentőségét hol látja, hogyan lehet toborozni még több diákot, illetve melyek azok a lehetőségek, amelyekkel terveznek, hogy a közeljövőben, a következő tanévben esetleg indítanak? A felsőoktatásban, különösen a gazdasági felsőoktatásban, ami itt Sümegen is folyik, óriási a verseny. Van közel 70 felsőoktatási intézmény Magyarországon, ami az ország méretéhez képest elég sok, és ezeknek a túlnyomó többségében van gazdasági képzés. Ehhez képest a demográfiai változások azok nem éppen kedvezőek ebből a szempontból, tehát folyamatosan évről évre csökken a beiskolázható hallgatóknak a száma. Természetesen ezt a helyzetet javítja, hogyha a diplomával még nem rendelkező felnőttek levelező képzésen, mint ahogy itt éppen Sümegen is van, később, tehát az érettségit követően jó pár évvel kezdenek el tanulni. Azt gondoltuk, és éppen ezért az önkormányzattal egyeztetve levelező képzést indítottunk itt Sümegen, mert azt gondoltuk, hogy nem elsősorban a 18 évesek fogják azt választani, hogy itt maradnak helyben, és itt tanulnak. Ők szeretnek inkább sokszor eltávolodni a szülői háztól, hanem sokkal inkább azok, akiknek már családjuk van, vagy itt dolgoznak, és fontos számukra az, hogy ne kelljen hétvégente, mert ugye nyilván a levelező oktatás hétvégente van, akár 10-20 és még több kilométert utazni, és ezért gondoltuk azt. Tehát ez már eleve egy olyan tényező, ami hát egyrészt hát behatárolja a lehetőségeinket, másrészt viszont nem gondoljuk azt, hogy a nappali képzés az lehetséges lenne. Viszont, hogy lehetne ezt növelni, ezt a létszámot, mi az egyetemen a kezdetektől már olyan döntést hoztunk, hogy segítjük a hallgatók számára a felsőoktatási tanulmányaik finanszírozását. Mi egy magán felsőoktatási intézmény vagyunk, ebből következően nem kapunk államilag finanszírozott helyeket. Tehát csak tandíjas képzést tudunk indítani. Ennek a tandíjnak a mértékét eleve a versenytársainkhoz képest valamivel alacsonyabb szinten próbáltuk meghatározni, tehát figyeljük nyilván a versenytársakat ebből a szempontból, tehát ez lehet egy az ár, egy fontos marketing tényező. A másik pedig az, hogy fontos számunkra az, hogy aki tanul, az elismerést kapjon, abban az értelemben, hogy a finanszírozás is könnyebb legyen számára. Éppen ezért azt a programot vezettük itt be Sümegen, hogy aki az úgynevezett mintatanterv szerint halad, ez nem tudom mennyire tájékozottak abban, hogy a felsőoktatásban úgynevezett kreditrendszer van. Ez azt jelenti, hogy egy hallgató megbukik egy tantárgyból, akkor nem bukik meg, mert a következő fél évben újra fölveheti. És ilyen esetben viszont ő eltér az előre kiadott mintatantervtől. Viszont aki mindent a mintatanterv szerint teljesít, azok számára a tandíj 100%-át visszatérítjük. Hadd mondjam el azt, hogy most itt a Sümegen tanuló hallgatók nagyon komolyan veszik a tanulást. Lehet, hogy nem csak ezért, hanem remélem, hogy egyébként is érdekli őket az, amit tanulnak, és valóban tudtak élni nagy többségükben ezzel a lehetőséggel, hogy visszatérítettük számukra a tandíjat a jó tanulmányi eredményük miatt. A másik dolog talán, amivel a vonzerejét lehetne növelni a sümegi egyetemi képzésnek, hogy az egyetemek feladata nem kizárólag az oktatás, hanem ezzel szinte azonos súlyú a tudományos kutatási tevékenység és a tudomány népszerűsítési tevékenység. Éppen ezért mi ezt a tevékenységünket ide, a sümegi telephelyre is kiterjesztjük, és éppen a jövő héten, november 29-én és 30-án fog sor kerülni itt Sümegen egy nemzetközi vár- és kastélyturizmus tudományos konferenciára. Itt több mint 30 előadó, köztük több osztrák meghívott előadó fog előadásokat tartani. A várak és kastélyok egyrészt mint turisztikai desztinációk, turisztikai attrakcióknak a megvalósításáról, másrészt pedig a várak és kastélyok fenntartható, gazdaságos üzemeltetéséről,
ez a két fő témakör van, ami köré ezek az előadások szerveződnek, és hát szeretettel várunk minden sümegi és környéki lakost is erre a konferenciára. Én remélem azt, hogy ennek a híre aztán a város határain kívül is fog terjedni, és hozzájárulunk ahhoz, hogy Sümeg egy bizonyos területen, itt ugye az adottságoknak megfelelően tudományos központtá is tudjon válni, mert ezt a konferenciát nem egyedi alkalomra tervezzük, hanem évenkénti konferencia sorozattá szeretnénk fejleszteni, amikor mindig más-más ország lesz a meghívott előadó, mint ahogy említettem most Ausztria, de aztán más olyan országokat is meg fogunk majd hívni, ahol jó gyakorlatok vannak már a várak és kastélyok üzemeltetésével kapcsolatban, akár Csehország, Anglia, Skócia és így tovább, amelyeknek a tapasztalatait át tudjuk venni, és a hazai szakemberek ezeket hasznosítani tudják. Reméljük, minél többen jönnek majd más vidékeről, más városokból, és aztán bele szeretnek Sümegbe, és valahogy elindul egy ilyen folyamat. De most térjünk vissza a kicsikhez, igazgatónő. Picit gondolkozunk a szülők fejével. Hogyan gondolkodnak azok a szülők, akik a 6 éves gyereküket máshová iratják, és hogyan gondolkodnak azok, akik más településen élnek, és még sümegi iskolát választják? Igen, hát polgármester úrral sokat beszélgettünk már erről, hogy miért is van, de a magyarázat nagyon egyszerű, a környező iskolák osztályai viszonylag alacsony létszámúak. Tehát találunk ilyen magyarázatot, kapunk ilyen magyarázatot, hogy a szülők úgy vélik, hogy egy alacsonyabb létszámú osztályban a tanító nagyobb odafigyeléssel viseltetik a gyermek iránt, de ennek a megoldása roppant egyszerű, és ezt mi próbáljuk a szülőkkel elfogadtatni, hogy ugye bevezették a kötelező óvodáztatást 3 éves kortól, és a szülők azon nem is gondolkodnak, és viszik a gyereküket örömmel. Ugyanakkor egy nagyon nagy tólig határ van, amikor iskolába hozzák a gyerekeket. Tehát ott is van egy iskolai érettségi kritérium, amit a szülőkkel időben megismertetnek az óvónők, megismertetünk mi is. Mégis az első osztályainkban 6 évestől 8 éves korig ülnek a gyerekek. Tehát, hogyha most is már rendelkezünk olyan számadatokkal, hogy hány, csak Sümegen hány iskola érett vagy iskolás korba bekerülő gyermek van, és mégis jelentős az a százalékos arány, akik még az óvodát egy évre még kipróbálgatják. Persze ennek is van magyarázata, és nyilván amikor szakember mondja azt, hogy még kell a gyermeknek érnie úgymond az iskolához, tehát nem is szólunk mi bele igazándiból ebbe a döntésbe, csak inkább hangosan gondolkodunk, hogyha egy gyermeknek már valóban az iskola adja azt a pluszt, ami az ő adottságaihoz kell, akkor jöjjön el. Tehát, és akkor elindulunk 3 egészséges létszámú osztállyal évfolyamonként. Tehát ez mondhatni már évek óta, de ezt az Oktatási Bizottság itt ülő elnöke is alá tudja támasztani, hogy erről mi sokat kommunikálunk, de nyilván a szülők, tehát nem is a szülőkre van bízva a döntés, de nyilván az óvónőkkel egyeztetve választhatják ezt az utat is. Tehát én azt mondom, hogy a szülők vállalják fel, és büszkén vállalják fel, hogy iskoláskorba ért a gyermekük. Tehát nyilván, ezt mindannyian tudjuk, hogy egész más szülői hozzáállást kíván az, amikor már iskolás a gyermekem, és nem az óvodai légkörben játszik, de ezt nem kell elodázni. Ezt nem kell szülőként elodázni, mert a gyerekben az a varázs, úgy véljük, hogy megtörik. Megtörik. Tehát aki olyan lendülettel készül iskolába, és várja az iskolát, és mégis a család úgy dönt, óvoda együtt úgy dönt, hogy még egy évet maradj, nem biztos, hogy az a gyerek ezt nem esetleg egy kis csalódásként éli meg. Hát természetesen mi meg mindent megteszünk, hisz van egy olyan programsorozatunk, amivel a
A leendő kicsiket várjuk, itt reklámozom is mindjárt, hogy évek óta szervezzük a járás nagycsoportosainak a Mikulás kupát, amin 140 környékbeli nagycsoportos gyerek érzi jól magát. Tehát ezzel indul mindig a következő tanév előkészítése, úgymond, és ezt tesszük önzetlenül. Tehát semmi olyan szándékunk nincs, hogy na most aztán akkor csak a ramazettert választsák a környékbeli gyerekek, de akik megtisztelnek bennünket, természetesen akkor állunk elébe a kihívásnak. Van-e különbség a vidéki kis települési iskolák szakmai színvonala, illetve felszereltsége, és a városi sümegi iskola felszereltsége között? Ezt nem mondanám, mert a pályázatok ugyanúgy, tehát a 2010-es nagy pályázat ugyanúgy érintette a járás kisebb iskoláinak az ellátottságát is. A pedagógusok is, tehát ugyanúgy várják és kihívásokkal tekintenek a gyerekek oktatása, nevelése elé. Kialakul inkább én azt mondom, hogy egészséges versenyszellem. Tehát az, hogy ki a hagyományos programjaira támaszkodva népszerűsíti az iskoláját, ez jó dolog. Tehát ahogy egymást látogatjuk, nem mondható el ilyen jellegű különbség. Pályaválasztásnál már mindjárt odaérünk, azért még kitérünk arra, hogy a sümegi általános iskolások mennyire választják a sümegi gimnáziumot, vagy most már a sümegi szakképzést. De megint csak térjünk akkor át az egyetemhez, a főiskolából lett egyetemhez. Amikor tavaly a gimnáziumnak az évfordulója volt, akkor megismertük a gimnázium történetét, ugye, hogy néhány fővel indult el a gimnázium 160 évvel, aztán lám-lám milyen most már nagy múltú intézményé vált. Hogyan gondolkodott polgármester úr, illetve a városvezetője akkor, amikor belemertek vágni abba, hogy egyetem legyen a városban? Hát nyilván volt bennünk egy kis félelem, hiszen nagyon sokan mondták, hogy nagyon nehéz főiskolát, egyetemet indítani egy olyan kis vidéki városban, mint Sümeg. Eleve az ismeretlensége, már tehát ilyen szempontból, mint főiskolai vagy egyetemi város az ismeretlensége. Másrészt ugye, többen felhívták arra is a figyelmünket, hogy azért erre sikeres példát hozni nem nagyon lehetett. Hát ugye az Alföldön Kisvárdán indult el egy ilyen főiskola, illetve ott a Debreceni Egyetem. Ha jól tudom, Siófokon talán ez nem is jött össze, mert ott is terveztek. Tehát ez egy elég nehéz pálya. Másrészt meg ugye Sümeghez viszonylag közel azért vannak ilyen felsőoktatási intézmények, hiszen a Veszprémi Egyetem itt van 50-60 kilométerre, a Veszprémi Egyetemi, ugye most már a Keszthelyi Egyetem is, Keszthelyen is, Veszprémben is vannak akár hasonló, vagy hát ugyanilyen képzések, tehát gazdálkodás, menedzsment szak. De mi úgy gondoltuk, és főleg azután, hogy 2016 nyarán elkezdődtek az első tárgyalások az Edutusszal, hogy ilyen feltételekkel, tehát hogy egyrészt az Edutus sem várja azt el, hogy nem tudom én itt ilyen 30-50 vagy 100-as létszámuk legyenek, hanem megállapodtunk abban, hogyha 5 fő már van, 5 fő hallgató, akkor elindul a képzés, és úgy gondoltuk, hogy ez egy teljesíthető határ, tehát ezt a létszet azért nagy valószínűséggel át tudjuk ugorni, hiszen hiába van itt Keszthely közel, meg Veszprém is viszonylag közel, azért a sümegi, tapolcai járásban, meg mondjuk Sümeg 30-40-50 kilométeres körzetében igenis lehetnek olyan emberek, olyan felnőttek elsősorban persze, akik tényleg már jó néhány éve érettségiztek, dolgoznak, és azt mondják, hogy kényelmesebb nekem minden hétvégén elmenni Sümegre, még hogyha nem is éppen Sümegen lakik, mint elutazni 60 vagy 100 kilométert. És én úgy gondolom, hogy ez így is van, vagy én fogalmazhatok úgy is persze, hogy én hiszek ebben még mindig, bár ugye arról is beszélni kell, hogy a
hogy az abszolút sikeres indulás után 2017-ben idén sajnos egyetlen egy olyan hallgató lett volna, aki ide jött Sümegre, és így aztán hát nyilván nem indította az egyetem most évfolyamot, de a képzés egyébként folyik tovább, tehát most a másodévesek éppen úgy járnak és végzik az egyetemet. És én nem csak bízom benne, hanem én tényleg szeretnék is tenni azért, hogy 2019. szeptemberében újra induljon tanfolyam, illetve nem tanfolyam, tanfolyamuk is, hanem az évfolyam induljon újra első évfolyam. És amit a rektorasszony elmondott, az abszolút így van, tehát nyilván az egy nagyon fontos marketing eszköz, hogy a felsőoktatási piacon szinte a legbarátságosabb ára itt Sümegen van egy fél évnek, és ugye ez is, hogyha valaki tanul és elvégzi a feladatait és levizsgázik időben, akkor visszatérítik neki a tandíjat, tehát ez eleve egy vonzó dolog. De én úgy érzem, hogy főleg manapság, amikor a fiatalok, sőt most már nem is mondom, hogy fiatalok, hanem a középkorú korosztály is szinte kizárólag csak az internetről, a különböző oldalakról, közösségi oldalakról tájékozódik. Én úgy érzem, és itt visszacsatolnék oda, hogy tényleg erről volt szó a vallási turizmus kapcsán is néhány vonatkozásban, de én úgy érzem, hogy itt is, ebben a vonatkozásban is egy sokkal agresszívabb kampányba kéne kezdeni. Nyilván nyílt napot is kell tartani, tehát minden ilyen hagyományos eszközt fel kell használni, de én azt hiszem, hogy ezen a téren kellene itt is, a toborzás terén is nagyon nagyot előre lépni, mert ez az 5 fő, vagy hát reményeim szerint azért ennek akár a többszöröse is, tehát 10 vagy 15 fő is, én úgy érzem, hogy egyáltalán nem elérhetetlen álom, és egy ilyen 10-es létszámmal, mondjuk 10 körülű létszámmal ez a sümegi főiskola szépen el tudna hosszú távon, elnézést egyetem, még nekem is furcsa, hosszú távon működni. Meg erről egyébként beszéltünk még 2016 végén, 2017 elején, ugye esetleg a új szakoknak a megfontolása is szóba jöhet. Nyilván én tudom, hogy nem lehet itt mechatronikai mérnököket képezni, hiszen annak kell egy olyan háttér, egy olyan laborháttér többek között, ami nincs, de ha esetleg lehetne ezt bővíteni, az is egy lehetőség lenne egyébként. De hát nyilván itt elsősorban ezt az egyetemnek kell eldönteni, de én úgy érzem, hogy ezért erről is van helye a beszélgetésnek, hogy ne csak egy szak legyen. És a harmadik pedig valóban, ugye ez a jövő heti konferencia, vagy amit ez jelent, ugye ez a specializáció. Itt pedig én úgy érzem, hogy olyan téren kell előre lépnünk, amire különben voltak ígéreteink, azért ezt tegyük hozzá. Tehát pontosan a NÖF tett azért olyan ígéreteket még tavaly, hogy olyan munkatársait beiskolázza, ugye pontosan a kastély és vár specializáció miatt, ami ő nekik teljesen szakmába vág, és akkor itt kiképezik őket az egyetemen. Hát ez azért nem egészen úgy alakult, ahogy legalábbis én elvártam, de úgy érzem, hogy az ilyen együttműködések, és most hagyjuk is a NÖF-öt, tehát az örökségvédelmet, de más olyan vállalatok vagy intézmények is akadnak, akiket érdekelhet ez a fajta képzés, tehát hogy a gazdálkodás menedzsment, de kifejezetten a kastély és vár turizmus specializáció. Itt is nagyobb energiákat kell bevetnünk, hogy mondjuk valaki a munkatársait, az ott dolgozókat elküldje, gyakorlatilag ő támogassa
őket azzal, hogy diplomát szerezhetnek ilyen területen, és akkor majd hasznosíthatják a tudásukat. Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lenne, mert azt gondolja az ember, hogy aki már egy picit megfertőződött vár és kastély turizmus területén, egy kicsit már belelátott, kicsit már dolgozott is ott talán, ők igénylik ezt a fajta képzést. Mit ad ez a képzés? Miben lesznek ők nagyon jók? Milyen szakma ez tulajdonképpen? Mint ahogy említettem, gazdálkodás és menedzsment alapszakhoz kapcsolódik a specializáció. A képzés utolsó 3 fél évében összesen 6 darab tantárgy kapcsolódik kifejezetten ehhez a specializációhoz, és ez már azokra a tanulmányokra épül, amit a gazdálkodás és menedzsment szakon előzőleg megalapoztunk. Tehát amit már említettem is, hogy számvitelismeretek, pénzügyi ismeretek, szervezési, vezetési ismeretek, emberi erőforrás gazdálkodás, minőségmenedzsment, tehát sok olyan tantárgyat tanulnak, ami mindegy, hogy milyen intézménynek a fenntartásáról van szó, mindenhová szükséges. Legyen az például egy vár vagy egy kastély, mint turisztikai attrakció. Éppen ezért ezekre az alap közgazdasági ismeretekre épülnek rá a specializációnak a tantárgyai. Itt először is, ugye ez nem egy turizmus vendéglátás szak, ahol már lennének alap turisztikai ismereteik a hallgatóknak, éppen ezért a specializáció 2 olyan alapozó tantárgyal kezdődik, ami egyáltalán a turizmus vendéglátás mint szakterület megismerését célozza, és kifejezetten a destináció menedzsmenthez kapcsolódik. És utána térünk rá a következő 4 tantárgyban, kifejezetten a várak és kastélyok üzemeltetésére 2 aspektusból, egyrészt turisztikai attrakcióként, tehát hogyan érdemes bemutatni egy várat, kastélyt, milyen fajta turista csalogató attrakciók lehetségesek, másrészt pedig gazdasági szempontból hogyan lehet rentábilisan üzemeltetni ezeket a létesítményeket, és itt külön hangsúlyt fektetünk a fejlesztésre is, és hadd emeljem ki a digitális megoldásoknak a fontosságát. Egyetemünk egyébként is most abszolút, tehát stratégiai szinten a digitalizáció irányába fordult, meg hát nem a mi egyetemünk, hanem a világ fordult a digitalizáció irányába, és természetesen ezt nekünk is követnünk kell, és éppen ezért a turizmusban alkalmazható digitális megoldásoknak a bemutatása is a specializációnak a célja. Hát nagyon komoly képzettséggel rendelkeznek azok a diákok, akik kikerülnek majd innen. Igazgatónő, egy kicsit akkor lépjünk vissza az általános iskolásokhoz, de most a nyolcadikosokhoz. Mit jelent a kínálatban, hogy van sümegi szakképzés, és mit jelent, hogy van itt egy gimnáziumunk is? Hát ahogy említettem, mindig október-november tájékán már elkezdjük a következő tanévet szervezni a piciknél. Ez még előbbre tolódik a pályaválasztás tekintetében, tehát általában már a 7. évfolyam szülőit is megszólítjuk, a gyerekeket is megszólítjuk, és a 8. évfolyamnál meg ez természetes, és az egész évet átlengi a pályaválasztás fontossága. És nagyon szépen köszönöm, hogy most már évek óta mindig a gimnáziumban indul az első szülői értekezlet, tehát a gimnázium igazgatónője tart egy nagyon részletes tájékoztatót a középiskolai oktatási formákról, és ebben az évben ez természetes volt, hogy a szakképzőiskolánk vezetője is ehhez, köszönjük szépen, csatlakozott, és így kapott a Ramis szülői csapat egy komplex tájékoztatót a sümegi lehetőségekről is. Általában 60 gyerekünk végez úgy körülbelül 8-osként, és azt mondhatjuk el a több éves tapasztalatnak megfelelően, hogy körülbelül 1/3 választja a gimnáziumi képzést, 1/3 választja a szakgimnáziumi képzést, a régi értelemben vett szakközépiskolát, és körülbelül 1/3 pedig a mostani elnevezés szerinti szakközépiskolát, tehát szakmát választ. És ez így jó. Tehát, és ez a fontos, hogy a szakemberek, gyerekek, szülők próbálják megtalálni a gyereknek azt az irányultságot, amelyik ő hozzá legközelebb áll. Tehát a közös programokon túl, a szülői értekezleteken túl,
nagyon fontos, hogy a három iskola kialakította a közös kapcsolatrendszerét a gyerekekkel együtt is, tehát nagyon örülünk neki, hogy a szakközépiskola diákjai, akik tavaly még a mi diákjaink voltak közülük, nem egy tanulónk itt van és helyben tanulhat, és ott vannak a közös ünnepségeinken. A gimnázium megszervezte idén is a nagy sikerű gimiben tudóst, büszkén mondom, hogy a mi egyik osztályunk a háromból nyerte meg ezt, és természetes, hogy ott vagyunk a nyitott, nyílt napjaikon, épp az adás napján már túl lesz a gimnázium, november 28-án az első nyílt napon, de december 5-én is természetesen szervezetten jönni fogunk, és ugyanezt egyeztettük már a szakképző iskolával is. Tehát mindig ezt mondjuk a szülőknek, a gyerekeknek, hogyha van egy ilyen lehetőséged, hogy itthon folytathatod a középiskolai tanulmányaidat, akkor ezzel élj, időt spórolsz meg, és itt szerzel tudományt. És hát, ha itt is maradnak, vagy előbb visszajönnek azok a fiatalok, akik itt végeznek. Nem szeretnék vitát generálni véletlenül sem, de hogyha a két szót így bedobok idézőjelben, akkor szerintem mindenkinek más véleménye van ezzel kapcsolatban. Szóval azt gondolom, hogy sokunkban ott a dilemma, főként akkor, hogyha egy szakember érkezik hozzánk otthonra, aki aztán megszereli a vízcsapot, és benyújtja a számlát, és bizony elég borsos az ára. Szóval szakmunkásokat képezzünk Magyarországon többet, vagy egyetemi végzettséggel legyenek szakembereink. Mi a véleményük ezzel kapcsolatosan? Hát nekem határozott véleményem, hogy az utóbbi 15-20 évben elég rossz irányba tolódtak el az arányok, de ez nem feltétlenül az oktatási rendszernek a hiányossága, amennyire én látom. Hozzáteszem, ez szerintem van itt, tehát lehet, hogy nincs is igazam. És mit jelent ez a rossz irányból? Hát, hogy pontosan, hogy kevés 14 éves gyermek dönt úgy, vagy hát nyilván azért a 14 éves korában a szülei nagyban befolyásolják a gyerekeket, de kevés gyerek dönt úgy, hogy mondjuk szakmunkás lesz, és túl sok dönt úgy, hogy mondjuk gimnáziumba megy. És hát én szerintem azért ez a felsőoktatásban is látszik aztán, mert a felsőoktatás színvonala, bár itt aztán ez a bizonyos bolognai rendszer, meg maga a kreditrendszer, szerintem ez is nagyban hozzájárult ehhez, de én szerintem azért a 40-50 évvel ezelőttihez képest jelentősen csökkent, legalábbis az átlagos színvonal a felsőoktatásunknak. De nyilván ez azért nehéz dolog, mert ahogy mondtam, egy 14 éves gyereket elsősorban a szülei befolyásolnak, és én is érzem a saját körömben, és az ismerőseim a velem nagyjából egykorú emberek körében, meg a fiatalabbak körében is, hogy volt egy ilyen törekvés, meg talán még van is, hogy igen, menjen a gyerek gimnáziumba, aztán majd meglátjuk, mit akar, majd meglátjuk, mi lesz. Jó, akkor valahogy leérettségizett, akkor menjen el főiskolára, mint vagy elvégez, vagy nem. És akkor, ha elvégzi, akkor is nagy valószínűséggel lesz egy olyan diplomája, amit soha életében nem tud igazából felhasználni, mert azért valljuk be, hogy van jó néhány ilyen diploma. Ugye, amiről nagyon sokszor beszélgetünk itt, például ez a kommunikáció, hát volt egy olyan időszak, ami talán még el sem múlt igazán, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni úgynevezett kommunikációs szakemberekkel, csak hát ezzel az a baj, hogy egy jó kommunikációs szakember az biztosan nagyon jól meg tud élni a piacon, de azért ugye 80-90%-a az ilyen diplomával rendelkezőknek az nem tartozik ebben a körben, és lehet, hogy a valamelyik nagy áruházban pénztárosként dolgozik aztán utána. Tehát igen, én úgy érzem, hogy egy kicsit eltolódtak az arányok, de ezen változtatni, én őszintén megmondom, nem tudom, hogy lehetne. Nyilván vannak erre eszközök, hogy valahogy ösztökéljük egyrészt a szülőket, másrészt a gyerekeket, hogy ha tényleg nincsenek olyan egyrészt képességeik, másrészt olyan
álmaik, terveik, akkor igenis válasszák azt, hogy jó szakemberek lesznek, jó szakmunkások lesznek, mert egyébként valóban így van, hogy egy jó szakember, egy mester, az biztos, hogy meg tud élni most is nagyon jól, akár jobban, mintha diplomája van. Én úgy látom, hogy igen, tehát egy kicsit rossz irányba mentek el a dolgok, de talán úgy helyre billen majd ez a dolog, és annak meg kifejezetten örülök, hogy Sümegen elindult ez a szakképzés, és itt is egyébként nyilván, hogy bővíteni kell, tehát most ez a két szakma azért még nem túl sok, és ezt, hogyha bővíteni tudja a pápai szakképzési centrum, akkor szerintem gond nélkül el tud indulni a két osztály majd szeptemberben. Mit mond erre rektor asszony? Szakma, szakmunkás vagy egyetemi végzettség? Mindenki tapasztalja a saját bőrén, hogy mennyire nehéz bármilyen munkára egy jó szakembert szerezni, úgyhogy teljesen igaz az, hogy ezen a téren fejlődésre van szükség, és hát reméljük, hogy a szakképzési centrumok, nemrégiben felállított szakképzési centrumok, amelyek egyébként jelentős fejlődésen, fejlesztésen is mennek keresztül az oktatási feltételek megteremtésében. Szóval, hogy jó irányba fog alakulni ez a dolog. De én azért természetesen a szakmám miatt nyilván elmondanám azt két dolgot. Az egyik az, hogy említettem az előbb a digitalizációt, az automatizációt, a robotizációt. Ugye ebbe az irányba megy a világ, és olyan szakmák kerülnek előtérbe, olyan szakmák lesznek 10-15-20 év múlva, aminek a létezéséről most még nem tudunk. És ezeknek a szakmáknak a jó része bizony magas kvalifikációt igényel. Tehát még a gyárakban dolgozó embereknek is szükségük lesz, lehet, hogy nem csak érettségére, hanem felsőfokú végzettségre ahhoz, hogy kezelni tudják azokat a berendezéseket, amelyek ott működnek. Már most is, hogyha megnézzük az OKJ jegyzéket, ugye ez az országos, ugye a szakképzési jegyzéket, akkor azt látjuk, hogy többsége a szakmáknak már érettségére épül. Tehát, hogyha egy 14 éves valóban nem tudja, hogy milyen irányba menjen, és hozzátenném, hogy van olyan képessége, hogy el tud végezni a gimnáziumot, mert ez teljesen másik kérdés, hogyha a tanulmányi előmenetele mondjuk nem teszi lehetővé azt, hogy gimnáziumba menjen, akkor azt mondom, hogy mindenképpen válaszol egy jó szakmát, tehát az biztos, hogy az sokkal jobb lesz a számára, de hogyha van olyan képességű, hogy el tud végezni a gimnáziumot, és még nem tudja, hogy pontosan mi akar lenni, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a gimnázium elvégzése után neki egyetemi diplomát kell szereznie, hanem lehetséges, hogy egy érettségére épülő szakmát fog tudni megtanulni a szakképzési rendszerben. Tehát nagyon sok ilyen szakképzés van. Tehát ez az egyik gondolatom, amivel ez a gordiuszi csomó átvágható szerintem. A másik pedig az, hogy ha megnézzük a statisztikákat, az EU állandóan nagyon sok statisztikát szeret kiadni, és folyamatosan mérik a 30-34 éves korosztályban a diplomásoknak az arányát. Ez jelen pillanatban Magyarországon olyan 32% környékén van, ugye 2020-ra 34%-ot vállaltunk, ez nyilván elérhető lesz, talán már 16-ban volt is ennyi, csak aztán picit most visszaesett. Az Európai Uniós átlag 38% a diplomások arányát tekintve, de vannak olyan országok, ahol 50-60% között van, a legfejlettebb országok természetesen ezek, ahol ilyen magas a diplomásoknak az aránya. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Európai Uniós viszonylatban az Európai Uniós átlag alatt van Magyarországon a diplomásoknak az aránya. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy túlzottan sok lenne belőlük. Az egy teljesen másik kérdés, és megint csak egyetértek polgármester úrral, hogy hát vannak olyan diplomások, akik hát sajnos jobb lett volna, ha inkább szakmát tanulnak helyette, de azt gondolom, hogy nem ez a többség, és azt gondolom, hogyha valaki elvégez egy egyetemet vagy főiskolát, megszerez egy diplomát, akkor azzal nem csak az bizonyítja, hogy ért valamit, nem tudom, közgazdaságtanhoz, kommunikációhoz, mérnöki tudományokhoz, hanem azt bizonyítja, hogy képes valamit megtanulni, gyakorlatilag bármit. Ezért, hogyha bekerül egy munkahelyre, ott nyilván nem egy az egyben az egyetemen tanultakat tudja felhasználni, hát jó, hogyha annak
mondjuk 50%-kal, de inkább kevesebbet fogja tudni használni, hiszen ott már akkor vállalatspecifikus, intézményspecifikus ismereteket kell neki megtanulnia ott, viszont hogyha már képes volt elvégezni egy felsőoktatási intézményt, akkor a munkáltató biztosabb lehet abban, hogy képes lesz megtanulni azokat a munkafolyamatokat és elvégezni megfelelő szinten, ami ott az adott vállalatnál, adott intézménynél szükséges. Úgyhogy azt, még hogyha nem is teljesen a szakirányában, akkor is van rá nagyobb esély, hogy egy magas teljesítményű munkavállalót kap a munkáltató. Tehát azt gondolom, hogy igen, a szakképzést is fejleszteni kell, ezt a területet abszolút nem szabad elhanyagolni, mert mindig lesznek olyanok, és kell is, hogy legyenek egy társadalomban, akik nem feltétlenül felsőfokú végzettségűek, és ugyanolyan hát megbecsülésnek kell, hogy örvendjen az ő általuk elvégzett munka is. Ugyanakkor a jelenlegi tudásalapú társadalmunkban, ami egyre inkább tudásalapú lesz, és ez nem csak egy szlogán, hanem ez a tény, akkor nyilván a minél magasabb kvalifikációt érje el mindenki, amit csak el tud érni. Ugye a lifelong learning, az élethosszig tartó tanulás jegyében. Köszönjük, igazgatónő. Hát én tulajdonképpen azt emelném ki, hogy szakember. Tehát ha megtaláljuk már akár így általános iskola 8. osztályától kezdve, és akkor tovább a középiskolán, a felsőfokú képzésen át azt a célját a gyermeknek, az ifjúnak, a fiatal embernek, hogy ő most, ha szakközépiskolában szerzi meg a munkájához szükséges tudást, gyakorlati, elméleti tudást, vagy főiskolán, egyetemen, akkor jó szakember legyen. Tehát az én szememben szakemberek vagyunk nyilván mi is, és szakember az a kétkezi munkás is, aki segíti a mindennapjainkat. Tehát bármilyen területén tanul az életnek, jó és tudással rendelkező szakember legyen. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Köszönjük ezeket a gondolatokat. Most be kell fejeznünk a beszélgetést, mert a műsoridőnk lejárt, de azt hiszem, hogy ezt a témát még hosszan-hosszan lehetne folytatni. Köszönjük, kedves nézőink, megtisztelő figyelmét! Thank you.